Perccel Sándorné, Kajdácsi Erzsébet, Becses kezébe adassék a levél, mely kelt 1828. március 5-én. Drága barátném, szívem legforróbb óhajtása, hogy levelem téged és szerető családodat a legörvendetesebb egészségben találja. Remélem, hogy gyermekid szépen gyarapodnak, mind erőben és egészségben, mind elméjük pallérozásában. Hogy halad tanulmányaiban szívednek oly kedves fiad, Mór? Immáron 16 éves is elmúlt, ha emlékezetem nem csalatkozik. Nevelője, Vörös Marti Mihály, még mindig oly ígéretes tehetségnek tartja, ahogy az korábbi becses leveletben lejegyzetted? Bocsásd meg kérdéseim záporát, de oly régen hallottam felőletek. Kedves barátném, Erzsébet, nagy újságot tudatok veled. Február 15-én világra hoztam elsőszülött fiamat, Gézát. Meglásd, az apró gyermekből egyszer még nagy hős lent, hiszen úgy küzdött az életéért, mint egy oroszlán. Bízom benne, hogy családunk büszkeségévé és édes hazánk hűséges honpolgárává, s ha majd úgy rendeltetik, dicső védelmezőjévé válik majd. Drága Erzsébet, óhajtanám teljes szívemből, hogy hajlékunkban vendégül láthassalak mielőbb, s láthasd fiamat. Férjem, hamarosan ellátogat hozzátok Bonyhádra, amint azt jó uradnak ígérte. Vigyázz magadra és édes jó gyermekeidre. Isten őrizzen meg benneteket egészségben. Meleg szeretettel üdvözöl és csókol barátnéd, Anna. Kedves barátném, Anna. Őszinte bizalmam van benne, hogy levelem immár jobb egészségben talál. Tiszta szívből kérlek, ne aggodalmaskodjál a világ folyásán, csak arra ügyelj, hogy felépülj. Mi itt Bonyhádon, a Perccel kúriában féltő szeretettel gondoskodunk lábadozásod alatt szeretett gyermekedről, Gézáról. Bizton állíthatom, hogy szófogadó, illemtudó, jó gyerek a te 7 éves fiad. Az én Ferencemmel és Lackómmal igen jól mulatják az időt, hiszen csak egy-egy év különbség van köztük életkorban. Nagy vidámságban játszanak katonásdit a kerti fák alatt. Oly elszántsággal hadakozik fiad, hogy talán csak ugyan hős lesz belőle, ahogy azt már csecsemő korában jósoltad. Gézát kijelentette, hogy ő is politikus lesz, és hazájáért akar élni, mint az én Mórom. Repesne a szíved az örömtől, ha hallanád beszélgetéseiket. A fiatal politikus és kis tanítványa. Drága Anna, láthatod, nálunk minden rendben vagyon. Imádkozom felgyógyulásodért, és amint lehet, meglátogatunk. Féltő szeretettel üdvözöl barátnéd, Perccel Sándorné Erzsébet. Drága, szerető édesanyám, ne bánkodjék miattam, és ne hullassa könnyeit. Nem csatába indul Géza fia, hanem az egyetemre. Tudom, drága jó lélek, hogy féltángam a nagyvárostól, de ne bánkodjék, drága szülém, tudok vigyázni magamra, no meg a jó Isten is megsegít majd. Kedves anyám, nyugodjék meg szíve, nem fog szégyent érni velem. Szorgalmatos, igyekvő fia leszek a tanulásban is. Minden erőmmel arra fogok törekedni, hogy tudásommal a hazámat szolgáljam, ahogyan azt példaképem Perccel Mór uram bátyám is teszi. Vigyázzanak otthon magukra. Öltözzék fel rendesen, drága anyám, hisz tudja, mennyit szenvedett az egészsége miatt már eddig is. Édes jó apámat is csókoltatom. Ne engedje, hogy túl sokat idegeskedjék a politika miatt, nehogy agyvértolulást kapjon. Öleli és csókolja magát szerető fia, Géza.
Drága barátom, Mór, forrong egész lelkem és szívem. Úgy érzem, felnyílt szemem, mely korábban szinte sárral volt bétapasztva. Most, hogy volt örvendetes szerencsém megismerkedni az ön, vagyis te, drága uram bátyám baráti köröddel, szinte minden egy csapásra világossá vált előttem. Tudom, hogy miért fontos a polgári átalakulás és a nemzeti függetlenség kivívása. Most bírta elmén felfogni, hogy mit jelentett az 1843-as, 44-es reformországgyűlés, melyen te, kedves bátyám, Tolna megye követe voltál. Mondják barátaid, édes jó bátyám, hogy magad is szenvedélyes szónok voltál. A könyveket, melyeket ajánlottál, nagy lelkesedéssel forgatám. Széchenyi gróf, ragyogó elme. De hagyom már a politikát, egy kellemesebb dolgot osztanék meg veled, bátyám. Ma este egy kis szerelmi kalandom volt. Többször találkoztam már azon kis szőke jánnyal, aki első pillanatra megtetszett, ám bár mindeddig nem tudtam alkalmat találni a vele beszélésre. Ma erre sor kerekedik. Néhány pillanatnyi együttlétünk alatt kibírtam tőle csalni azon nyilatkozatot, hogy soha életében el nem felejtend. Holnap talán többre menendek vele. Néhány csók tüzes ajkáról nem fogja kellemetlenül illetni ajakamat. Ezekkel a kellemetes dolgokkal zárom levelem, s maradok tisztelettel hűséges barátja, Géza. Talpra, magyar! Híja haza! Itt az idő, most vagy soha? Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok! A magyarok istenére esküszünk! Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Sehonnaim bitang ember, ki most, ha kell, halni nem mer, kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncnál a kard, jobban ékesíti a kard. És mi mégis láncot hordtunk, ide veled régi kardunk. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez. Mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hol a sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Szabadítsuk itt Áncsicsot! Vivát! Máriának saját kezébe. Március 13-án. Édes Máriám, mióta esküvésednek, miszerint a sírig szeretni fogsz engemet, boldog tulajdonosává tettél, mámorosan ég egész lelkem. Meg kell bocsásd azonban, hogy most új események borították lángba egész bensőmet. No, nem kell féltékenynek lenned, kisjány, hiszen csak Európáról van szó. Forradalmak, forradalmak mindenütt! Párizs és Itália után már Bécsben is. Megbuktatták a gyűlölt kancellárt, Metternichet. Isten és a nép büntetése lesújtott. Érzem, hogy itt az idő. Mi sem maradhatunk tétlenek. Most egyetemista társaimmal el kell mennünk a Pilvaxba, no nem egy fincsajó forró kávéra, hanem egy forró beszélgetésre. Drága fiam, félelmes, és egyszer s mind örvendetes hírek érkeznek minden nap Pestről. Oly sok történet kering erre, március 15-éről, a forradalom kitöréséről. A délelőtti eseményekről már szinte percről percre van tudomásunk. Azt mondják, hogy délután már csatlakozott a megmozduláshoz Pestváros vezetése, és a helytartó tanács is.
Igaz ez a hír? Édes fiam, könyörögve kérlek, vigyázz magadra. Beszélj Percelmór barátoddal, és ne kövess el semmi őrültséget. Nehogy börtönbe zárjanak. Csókol, szerető édesanyád. Kedves, drága édesanyám, ne aggódjék miattam, s ne tördelje gyönge kezeit miattam, ahogyan azt szokta, hiszen semmi bántódásom nem esett. Értesülései mind valósak. Győzelelmet arattunk. Igen! A városi tanáccsal elfogadtattuk a 12 pontot. Követeltük, hogy a helytartó tanács engedje szabadon a sajtóvédség miatt fogva tartott Táncsics Mihályt, és engedélyezze a nemzetőrség szervezését. Újabb diadalt arattunk. Igen! Önnek, drága anyám, azért bizonyára a Nemzeti Színház esti dísz előadása tetszett volna a legjobban. Nagyszerű darabot láttunk, Katona József Bánkbányát. Nos, felesleges szószaporítás helyett inkább elmondom a mai nap legfontosabb eseményét. Ma kinevezték Batthyány Lajos grófot miniszterelnökké. Anyám, tudja, mit jelent ez? Létrejöhet az első felelős magyar kormány. Most mennem kell, anyácskám, már várnak. Öleli, csókolja, tisztelteti magát fia, Géza. Thank you.
Drága fiam, szeptember óta rettegés és büszkeség szorítja össze anyai szívem. Az én szerelmetes fiam, a szabadság katonája, milyen nagy öröm és félelem ez. Minden nap imádkozom éretted, a Szent Szűzhöz, hogy vigyázzon rád, gyermekem. A mai napon hatalmas boldogság járt át, amikor kihirdeték, hogy mit mívelt Percel Mór és serege Ozoránál. Örömhír! Rót és Filipovics tábornokok dandára nincs többé. Éppen a percben hozza Percel Gyula, Tolna megye főbírája, mint szemtanú, s a kivívott dicső diadalnak munkás részese azon hivatalos tudósítást, mi szerint. Tegnap, október 7-én, Ozorán, Tolna szélén a Sió mellett, Tolna megye összes felkelt népe, a már csak futásban menekvést kereső ellenségnek útját állván, az előcsatárok által váltott csak néhány puskalövés után, melyek közülünk egy ember sem ejtettek el, az összes sereget fegyvereik letevésére kényszeríték. Amidőn ezt hallánk, édes fiam, nagy megnyugovás és büszkeség uralkodott el rajtunk. A mi fiunk helytállott az ozorai győzedelmes csatában. Az isteni gondviselés végzéseibe látom azt bésorolva, hogy te is a kedves haza védelmezésében részt védj. Bízzál azért, teljesítsd el az Úrban, s hidd el, hogy érdemlet jutalmad megnyerésével fog ő tégeded, kedves családod köreibe visszavezérelni. Isten legyen veled, drága gyermekem! Csókol szerető édesanyád és édesapád! Kossuth lova megérdemli az abot, kétszer került meg Magyarországot. Ha még egyszer körül kerülte volna Magyarország, ilyen gyászba nem volna. Ha még egyszer körül kerülte volna Magyarország, ilyen gyászba nem volna. Kossuth Lajos, ha felvettél huszárnak, adj jó lovat, hogy én gyalog ne járjak. Adj jó lovat, lóra való szerszámot, hadd kerüljem körül Magyarországot. Adj jó lovat, lóra való szerszámot, hadd kerüljem körül Magyarországot. Trombita harsok, doppereg, kész a csatára a sereg. Előre! Süvít a golyó, cseng a kard, ez lelkesíti a magyart. Előre! Föl a zászlóval magasra, egész világ hadd láthassa. Előre! Hadd lássák és hadd olvassák, rajta szent szó van, szabadság! Előre!
aki magyar, aki vitéz, az ellenséggel szembenéz. Előre! Mindjárt vitéz, Mihályt magyar, ő s az Isten egyet akar. Előre! Véres a föld lábam alatt, lelőtték a pajtásomat. Előre! Én sem leszek rosszabb nála, berohanok a halálba. Előre! Ha lehull a két kezünk is, ha mindnyájan itt veszünk is, előre! Hogyha el kell veszni, nosza, mi veszünk el, ne a haza, előre! Kedves Anna néném, szomorú és fájdalmas kötelességemnek teszek most eleget. Midőn bejelenteni kényszerülök, hogy barátom, Géza, ki iránt mindig is testvéri szeretettel viseltettem, 1849. augusztus 9-én hősi halált halt a temesvári csatában. Bátorsága, hazaszeretete nem engedte, hogy gyáván meghátráljon. Az első között harcolt, mint mindig. Bátor katona, igaz hazafi és hűséges barát volt. A hatalmas és irgalmas Isten vegye magához lelkét. Nyugodjék békében. Drága néném gyászában osztozom, részvéttel és tisztelettel Perczel Mór. Jaj, de búsan süt az őszi napsugára, az aradi vár tömlöcnek ablakára. Szánja azt a 13 magyar vitéz, ki a tömlöc fenekén a halálra kész. Elítélték sorba mind a 13-at, szőttek fontak a nyakukba 1000 vádat. Elnevezték felségsértő pártütőnek, hogy a magyar szabadságért harcra keltek. Aradi vár, halál völgye, híres nemes magyar hősök temetője. Teremjenek határidon vérvirágok, felejthetetlen legyen az ő haláluk. Teremjenek határidon vérvirágok, felejthetetlen legyen az ő haláluk.
Nem tudhatom, hogy másnak-e tájék mit jelent, nekem szülőhazám itt a lángoktól ölelt kis ország, messzeringó gyermekkorom világa. Belőle nőttem én, s mint fatörzsből gyönge ága, s remélem testem is majd e földbe süpped el. Itthon vagyok. Tisztelt polgármester úr, közgyűlési elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, dombováriak, környékbeliek, erdélyek, sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntök mindenkit ma a forradalmi szabadságharc 168. évfordulóján. Köszöntöm önöket a hazaszeretet talán legszebb versével, Radnóti alkotásával. Sokszor és sokan gondolkoztak azon, és írták meg, hogy mi is tesz bennünket magyarrá, mivel vagyunk, miből vagyunk, mi mások, milyen szempontból vagyunk, mint mások, mint más népek. Mit tesz bennünket különlegessé? Úgy gondolom, hogy különlegessé tesz bennünket a sokak számára érthetetlen, bár nekünk annál szebb anyanyelvünk, különlegessé és szépé tesz bennünket kultúránk, hagyományaink, népszokásaink, és talán így van az ünnepeinkkel is. Ünnepeink, amelyek, ha a szó igazi jelentését megnézzük, szent napokat jelentenek, hiszen az id, üd, az üdvösség, az üdvözülés, a szent kifejezésből származik az összetett szó. A bukovinai székelyek még az 1940-es években is innapnak, idnapnak mondták az ünnep szavunkat. Ez van a szónak a jelentésében. Nagyon sok ünnepünk van, de talán három olyan nap van az év során, amely minden magyar bárhol éljen a világban, akár Erdélyben, vagy Magyarországon, Kanadában, vagy Új-Zélandon, megállásra késztet, elgondolkozásra, gondolkozásra a történelemről, a magyarságról, arról, hogy mi is tesz bennünket magyarrá. Ez a három nap, március 15-e, augusztus 20-a és október 23-a. Nemzeti ünnepeink, azon jeles napok, amelyek a magyarságot, a magyar népet, az itt élő nemzetiségiekkel együtt nemzetté kovácsolták. Március 15-e volt az a nap, amikor a magyarság a fontolva haladás helyett a gyorsabb társadalmi és politikai váltást szorgalmazta, és a zászlajára két szót tűzött, haza és haladás. Mindannyian jól ismerjük a magyar történelmet, tudjuk azt, hogy hol zajlottak a történelem szempontjából fontos események, Bécsben, Pozsonyban és Pest-Budán, de tudjuk azt, hogy a három város mellett az összes magyarországi város és település megmozdult 1848-ban, és néhány hét alatt csatlakozott a forradalomhoz. A forradalmat természetesen előkészítették Pest-Budán. Előkészítették a márciusi ifjak, azok az ifjak Petőfi vezetésével, Vasvári, Jókai Mór vezetésével, akik úgy gondolták, hogy a Józsefnapi vásárhoz, jelesnapi vásárhoz kell a forradalmi eseményeket is hozzá kapcsolni, hiszen akkor az ország minden tájáról nagyon sokan gyűlnek össze Pest-Budán, Pesten. De a történelem forgatókönyve megelőzte a Józsefnapi vásárt, hiszen kitör a forradalom Bécsben, a Magyar Országgyűlés követei Kossuthtal az élen elindulnak március 13-án hajóval Bécsbe, és a bécsi forradalom híre eljut Pest-Budára is. Az akkori fiatalok, a forradalomnak a vezetői úgy döntenek, hogy nincs mire várni, és azonnal lépni kell. Petőfi megírja a nemzeti dalt. Jókai Mór vezetésével, a márciusi ifjak vezetésével megfogalmazzák a 12 pontot. Mind a két alkotás úgy gondolom, hogy bár a 19. század közepén született,
de akár a 21. században is születhetett volna, és a 21. század magyarságának, a mai magyar nemzetnek is lehetne az az útmutató, amely alapján a mai Magyarország is működhetne. És természetesen a forradalom kitörése után a forradalmi események híre, és maguk a forradalmi események eljutnak nagyon gyorsan vidékre is. Ehhez az esemény sorozathoz kapcsolódik Tolna megye, kapcsolódik Dombóvár, kapcsolódik Szekszárd, kapcsolódik Bonyhád és a kisebb települések is. Tolna megyei Bonyhád szülötte, akit többször idéztek a tanulók, Perczel Mór, az 1848-49-es magyar szabadságharc előbb ezredese, majd az azorai csata után honvéd tábornoka, évekkel később így ír a forradalmi eseményekről. Az is bizonyos, hogy 1848-at nem Széchenyi, vagy Deák, vagy Kossuth maga, sem ők hárman együttesen, hanem a vagyonukat, érdekeiket, szabadságukat, életüket kockáztató és a haza oltárára rakó, amazokkal teljesen egyenjogú, roppant hosszú sora az egyéniségeknek szerezte, vívta és érdemelte ki. Természetesen a vezetők kellettek akkor is, mint ma, de az igazi győztesek, az igazi hősök nem a vezetők voltak, hanem azok a kisemberek, akik a forradalmi hadsereget, a forradalmi hátországot jelentették. Vajon elgondolkodtak-e önök azon, hogy ha ma Magyarországon vagy a Kárpát-medencében végigmennek, bemennek egy-egy településre, a falu vagy város leghosszabb utcáját Kossuthról vagy Petőfiről nevezték el, vagy pedig a 48-as forradalmi ifjak valamelyikéről. Vagy hogyha beérkeznek egy-egy városunk főterére, általában azt vagy Kossuthról vagy Széchenyiről nevezték el. Az 1848-as forradalmi szabadságharc beleivódott a magyar nép lelkébe, a magyar nép néphagyományába. A törvényeink alapját, a magyar alaptörvénynek az alapját is az 1848. április 11-i törvények jelentik. 1848-49-es forradalmat a hivatalos politika nagyon sokáig próbálta tiltani, elfelejtetni. Aztán utána április 11-ére helyezték a főhangsúlyt, amikor a császár és király 5. Ferdinánd aláírta a forradalmi törvényeket, és csak 1918-20 után, Magyarország függetlenné válása után lehetett március 15-ét nemzeti ünnepé tenni. De már az 1850-es évek elején titokban nem volt olyan magyarországi település, ahol ne emlékeztek volna meg március 15-én Petőfire, Vasvárira, Kossuthra vagy Széchenyire. A forradalom megünneplése a leverés után néhány évvel már megkezdődött. Számunkra, Tolna megyéiek számára a forradalmi események mellett fontosak a szabadságharc eseményei is. Az első győztes csatánk, amely igazából nem is volt csata, hiszen néhány puskalövés után Jelasics Horváth bán serege megfutamodott és Bécs felé elhagyta az országot. Az igazi csata október 7-én zajlott le a Tolna megyei, innen kb. 50 km-re lévő Ozoránál. Róth és Filipovics hadai, akik Jelasicsnak a melvédjét jelentették, nem is értesültek még a vesztes csatáról, arról október 4-én értesülnek, és az addigi előnyomulásukat megváltoztatják, és délfelé akarják elhagyni az országot. Itt Ozoránál Perczel tábornok, népfelkelő, akkor még ezredes népfelkelő serege állítja meg ezt a melvédet, és a 4500 népfelkelő, Tolna megyei népfelkelők, és ami külön érdekessége ennek a történetnek az, hogy a népfelkelők egy része az alig 100 éve ide települt svábokból áll,
ezekkel a sváb katonákkal, népfelkelőkkel állítják meg ezt az osztrák, illetve horvát támadó sereget, és az első győztes csatában így győzik le. Az Országos Honvédelmi Bizottmány ezután adományoz Perczel Mórnak honvéd tábornoki elismerést, illetve címet. 1848-49 üzenete számunkra, Tolna megyeiek számára ezért is egy kicsit más vagy különleges, hiszen mi Kossuth, Széchenyi, Batthyány, Petőfi vagy Vasvári mellett megemlékezhetünk a Perczel család tagjaira, emlékezhetünk a bezerédiekre, mindazokra, akik az 1820-as évektől kiálltak a forradalmi megújulás mellett, kiálltak a haza függetlensége mellett, és 1848-49-ben pedig életüket is áldozták sokszor a szabadságharcért és a magyar függetlenségért. Tudjuk azt, hogy a forradalmi szabadságharc a túlerő miatt nem győzedelmeskedett. A hatalmas császári és cári túlerőt az akkori magyar forradalmi hadsereg nem volt képes legyőzni. De a túlerő ellenére is, és a forradalmi szabadságharc bukása ellenére is, azt gondolom, hogy azok a vívmányok, amelyekért az akkori magyar emberek a síkra szálltak, a mai napig tovább éltek. Hisz az 1860-1867 után a törvényekben is megjelennek ezek a vívmányok, és 1910-1918-20 után Magyarország teljesen függetlenné vált, és ezt a függetlenséget 1990 után újra vissza tudtuk szerezni. Számunkra dombováriak számára a megemlékezés helyszíne a szobor, Kossuth szoborcsoport jelent külön érdekességet, hiszen a Horvai János által elkészített szoborcsoport 1927-ben, 27 novemberében kap helyet az országgyűlés mellett, amelyet 1951-ben kellett Rákosi parancsára elbontani. A szobrokat előbb több variáció van, hogy hova viszi, akár a Kerepesi temetőbe, vagy akár a Rákoskeresztúri köztemetőbe is vitték. Az 50-es évek végén ide kerülnek Dombovára. 1972-ben Antal István, akkori tanácselnök javaslatára állítják fel azon a helyen, a Szigeterdőben, ahol ma is láthatjuk ezeket a szobrokat. A szoborcsoport megmentése és az, hogy Dombováron túlélhették az évtizedeket, amelyek el akarták pusztítani nem csak a szoborcsoportot, hanem mindent, ami a magyar nemzeti történelemre emlékeztet, a dombováriaknak köszönhetjük, hogy túlélte. Antal István ezért a tetteiért azzal fizetett, hogy el kellett hagyni a tanácselnöki székét és magát Dombovárt is, de a tette abban a korban kiemelkedően példás és előremutató és bátor tett volt, még ha ő lehet nem is ennek szánta. A szoborcsoportot alapul véve tudtuk újra helyreállítani a Kossuth térnek az egységét, és ennek a szoborcsoportnak a másolata került felavatásra újra a Kossuth téren. Ezért is szeretnék köszönetet mondani a dombováriaknak, azoknak az embereknek, azoknak a dombováriaknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a szoborcsoport megmenekült, és a másolata pedig visszakerülhetett a Kossuth térre. Sokszor és sokat beszéltünk már idegen hatalmakról, beszéltünk arról, hogy minket, magyarokat hányszor és milyen módon, milyen idegen hatalmak pusztítottak el. Hosszú a sor, lehetne mondani a tatárokat, a törököket, az oroszokat, lehetne mondani a németeket, szovjeteket, de
De úgy gondolom, hogy leginkább minket nem idegen hatalmak rágnak és pusztítanak el, hanem saját magunk. Ha végignézzük a történelmünket, akkor láthatjuk azt, hogy a fő veszedelmet Magyarország a magyar nemzet számára nem a külső hatalmak jelentik, hanem saját magunk. Ha az az energia, amit mi a széthúzás érdekében, ha mindennapokba beleölünk, az előremutatás vagy az előre felé vezető útba tennénk, úgy gondolom, hogy sokkal gyorsabban és sokkal eredményesebben tudnánk dolgozni és haladni. Én kérem önöket, dombováriakat, a magyar nemzetet, hogy ne a széthúzás talaján álljunk, hanem az együtt dolgozás és gondolkozás vezéreljen bennünket, és ne a csatákat nyerjük meg, hiszen ma nincsen szükség csatákra, hanem a békés hétköznapokat. Köszönöm szépen, hogy meghallgat. Töcs!